A Kihívás napja program 1982-ben indult el hódító útjára Kanadából. Az akció gyorsan elterjedt világszerte, így nálunk is. Sajnos mára kevesen folytatják a sportos hagyományt. Alsős, mint igazi sportos település, azonban idén is alaposan felkészült a kihívás napjára. Erről beszélgettünk Ferenczi Gábor alpolgármesterrel. Ha jól számoltuk, akkor kb. 20 évvel ezelőtt indult el az az akció, amelyben Alsős is ugye benevezett. Azon gondolkodtam, hogy van-e még Veszprém vármegyében vajon olyan település, amelyik a kihívás napját még mindig úgymond megünnepli, mint ahogy ti. Úgy gondolom, az elején igen, nagyon sokan voltak, de sajnos most én is azt tapasztalom, azt látom, hogy nagyon kevesen maradunk kihívásnapi sport programmal. Attól függetlenül számunkra ez nagyon, nagyon fontos volt mindig, hiszen az Alsős egy sportos település, tehát ami azt jelenti, hogy itt a kézilabdától az utánpótlás, foci, íjászat, kerékpár, megalakult a vízi szakosztályunk, tehát azt mondhatom, hogy tényleg egy aktív sportéletet élünk, és ez a kihívás napja arra is szolgál, hogy akit esetleg még nem mozog, nem sportol, próbálja kimozdítani a komfort helyzetéből, és minél többen vegyünk részt ezen a sportos napon, ugye legalább 15 percet, és úgy gondolom, hogy itt minden évben sikerül a lakosainkat megmozgatni. Ami jó, hogy a piciktől az idősebbekig mindenki jön, mindenki segít, mindenki azon van, hogy egy picivel jobb eredményt érjünk el ezen a kihívásnapi versenyen, és már reggel korán hölgyek sétával kezdtek, 8:30 volt a települést, körbe sétálták 6 kilométer, tehát az is egy jó indító volt, és természetesen az óvodában a sporttól mozog. Az iskolásaink kijöttek a labdarúgó pályára, és a sportcsarnokot használva versenyeket szerveztek, ami szintén nagy öröm, hogy a hivatal dolgozói úgy szintén minden évben beszállnak és lelkesek, tehát a labdarúgó pálya klubhelyiségben spinning volt, amit nagyon-nagyon élveztek. Megmondom őszintén, én is élveztem, mert először vettem részt egy ilyen spinninges bringá, és nagyon profi volt, nagyon jó volt a hangulat, mindenki élvezte. Természetesen szerintem, hogy mindenki kellemesen elfáradt. Tehát nagyon jó volt, de az idősek is azt érzik, hogy igen, nekik is itt a helyük, ők is segítenének egy kis tornával, és 3 órakor itt a Művelődési Ház melletti területen 25-30 nyugdíjasunk részt vett egy tornán, tehát az is nagyon jó érzés számomra is, hogy igen, azt érzük, hogy bizony mi is szeretnénk mozogni, mi is szeretnénk segíteni a falunak. Délelőtt még asztali tenisz volt, és a délutáni programoknál, ugye ami nagyon közkedvet, nagyon szeretik, a kerékpáros verseny, tehát kerékpáros verseny nélkül szinte nincs sportverseny Alsősön, a legkisebbek aránylag a nagyobbakig is részt vesznek. Amit kuriózum, az íjászat, mindjárt itt a Művelődési Ház oldalán lesz egy íjász bemutató, ami szintén egy különlegesség, hogy a lovaglás, tehát mint sport, két lóval jön egyik helyi vállalkozónk, és ott is nagyon nagy sikere van, nagyon sokan vannak mindig ezen a rendezvényen. Természetesen a hagyományos öregfiúk foci sem maradhat el, tehát próbálunk olyan sportokat összeállítani, hogy mindenki találjon kedvére valót, és ez egy nagyon jó közösségi program, nagyon jó közösségi nap, tehát nagyon sokan részt vettek, úgy gondolom, hogy ilyen 500 felett lehetünk, tehát nyilván az iskolások és az óvodásokkal együtt, de ez jó, nagyon sok segítőnk van, jön és segítenek a sportversenyek lebonyolításába, tehát igen, ezek kellenek szükségben ezekre a közösségi napokra. Én úgy emlékszem, az induláskor az volt az egyik kitétel, hogy a településen legalább aki teheti, mindenki mozogjon egy 4 órát. Aztán persze, hogy sajnos ez a mozgalom valahogy elhalt, pedig hát, ahogy most elmondtad, azért látszik, hogy ennek lenne komoly szerepe. Vajon Alsősön mitől maradt meg mindez? Tehát, ahogy mondtam, nyilván az is, hogy
egy sportos település az adja magát, hogy igen, nagyon sok sportoló van, nagyon sok utánpótláskorú fiatal, ami számunkra nagyon fontos, hogy igen, az utánpótlást, az minden területen lényeges, és valószínű, hogy emiatt is maradhatott meg, mert igény van rá, egyedül a pandémia idején akkor sajnos ki kellett hagyni. Kell egyébként noszogatni az embereket, hogy ma van a kihívás napja, gyertek, jó, muszáj? Most nyilván azért mindig mondjuk, feltesszük a Facebook oldalunkra, tehát azért nyilván reklámozzuk mi is, és mindig vannak új arcok, mindig vannak új versenyzők, tehát ennek ez a lényege, hogy jöjjön el. Ha egyszer már eljött, akkor azt mondja, hát jól éreztem magam, kaptam egy érmet, önkor már jó voltál, hogy díjazzuk a versenyzőket, és természetesen a sportszelet, ami ide illő csokoládé. Kap mindenki egyébként, vagy csak a nyertesek? Igen, mindenki kap persze. Nyilván azért itt a versenyeknél korosztályonként díjazzuk éremmel a versenyzőket, mert az érem azért az igen, azért az megmarad, azért ránéz pár év múlva, és akkor látja, hogy igen, itt megnyertem a kerékpár versenyt, vagy egy másik versenyt esetleg, tehát az elengedhetetlen.